Továbbra is rohamosan terjed a koronavírus delta mutációja a világban. Több országban emiatt szigorításokat vezettek be az elmúlt napokban. Péntektől szinte minden szabadidős tevékenységhez védettségi igazolványra van szükség Olaszországban. Sri Lankán is egyre drámaibb a helyzet. A kórházak telítettek, és attól tartanak, hogy hamarosan összeomlik az ország egészségügyi rendszere. Biztonsági őrök ellenőrzik a védettséget igazoló okiratokat a Kolosseum bejáratánál. Péntektől csak azok látogathatják Olaszország nevezetességeit, akik már megkapták a koronavírus elleni oltóanyag, legalább első adagját, vagy az elmúlt fél évben átestek a betegségen. Úgy gondolom, hogy ez valóban jó ötlet, így akik már megkapták az oltást, nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mondta egy amerikai turista. A Kolosseum melletti kis vendéglőben is ellenőrzik a védettségről szóló tanúsítványokat. A pénteken életbe lépett szabályozás az éttermekre, bárokra és szórakozó helyekre is vonatkozik. Beltéren csak azok tartózkodhatnak, akik igazolni tudják védettségüket. Letöltöttük ezt az alkalmazást az okostelefonjainkra. Megnyomod ezt a gombot, és már ellenőrizheted is, hogy valóban érvényes-e az igazolvány. Mutatta meg a gyors ellenőrzési folyamatot az étterem tulajdonosa. Az újabb szigorítások bevezetésére a koronavírus delta mutációjának rohamos terjedése miatt volt szükség. Olaszországban naponta közel 7000 ember szervezetében mutatják ki a fertőzést. Tömötsorokban várnak a koronavírus elleni oltásra az emberek Sri Lanka egyik oltóközpontjánál. A Szigetország vakcinázási programját is felgyorsították. Naponta közel 500 000 embert oltanak be. Legtöbben a kínai gyártású Sinopharm vakcinát kapják. Mindannyian az oltásra jöttünk. A legtöbben dolgozunk. Ha nem oltatjuk be magunkat, akár a munkánkat is elveszíthetjük. Ezért jöttem az első adag Sinopharm vakcinára, indokolta döntését egy helyi férfi. A gyorsuló oltási program ellenére azonban még mindig telítettek az ország kórházai. Szakemberek attól tartanak, az egészségügy már nem bírja sokáig a ránehezedő nyomást. Ahogy az adatokból is látszik, gyorsan terjed a vírus. Azt látjuk, hogy a kórházaink osztályai tele vannak. Félő, hogy nem bírják majd a terhelést. Adott hangot aggodalmának az Orvosi Szövetség alelnöke. Sri Lanka lakosságának eddig mindössze 12%-a szerezte meg a koronavírus elleni védelmet. Szinte megállás nélkül végzik a teszteket az argentinai San Fernando egyik mintavételi pontján. A napokban elérte az 5 000 000 főt a koronavírus fertőzöttek száma a dél-amerikai országban, ahol naponta 14 000 ember fertőződik meg. Ennek ellenére a kormány enyhítések bevezetését helyezte kilátásba. A tervek szerint újból megnyitják az iskolákat, módosítanák a gyülekezésre vonatkozó szabályokat, és enyhítenék az országba történő beutazási előírásokat is.